Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Game Evendelis vagyok, és itt van velem Benny. Sziasztok! Folytatjuk a Forza Horizon kezdőknek mexikai balfékek sorozatot, és ma a Baja történetet fogjuk megcsinálni, a Baja tesztpilótát, vagy kaszkadőr pilótát. A sztorival, mint mindig, most se kell foglalkozni. Mi van ráírva a kocsira? Fun Hover. Ja, Fun Hover, Fun Hover, igen. Fun Hover. Ja. 3-10 alatt kell teljesíteni. És én szerintem megpróbálom levágni, te pedig menj az úton, úgy szoktuk csinálni. Ja, hát én most így el is kezdtem levágni, úgyhogy akkor Megyek én az úton. Ja, nem, le kell vágni amúgy is. Aha. Jó, akkor viszont az tényleg hülyeség azon az úton, amit ír a játék. Akkor egyenesen át kell vágni, srácok. 3-10 alatt kell beérni a 3 csillaghoz. És tudjátok, hogy mindig most is elég, hogyha többen vagytok, most is elég egy embernek beérnie a 3 csillagra. A többinek annyi a feladata, hogy egy csillagos időre érjen be, és akkor mindenki meg fogja kapni a legmagasabb értékelést, ami ugye reméljük, hogy nálunk 3 csillag lesz most, de egyébként nem néz ki annyira nehéznek ez a feladat, mert ugye azt mondja, hogy 4,9 km, de valójában messze nem annyi, mert hogyha átértek a következő útszakaszra, amit írna a játék, akkor le fog belőle vágni megint egyet, nézzétek csak meg. Ezekkel a dűnékkel vigyázni kell, hogy ne veszítsetek túl sok lendületet, de igazából itt nem lehet szerintem kimérni a jó ugratásokat vagy ilyesmi. Csak úgy menni kell, ahogy esik. És látjátok, le is ugrott 35 méterre. Igen, nekem most 40. És megérkeztünk, kész. Teljesen mindegy, hogy hol jó, voltak. Hát, tulajdonképpen mind a ketten meglettünk 2 percen belül. Igen, 3-10 simán teljesítő 3-10-re. És akkor jön is a következő. Trükkpontokat kell gyűjteni, 120 ezeret még hozzá. Ugye driftelni meg zúzni érdemes leginkább. És szerintem Benninek átadom a stafétát és csinálja ő, de azért én is csinálom itt valamerre, nem? Jó van. Biztonság kedvéért. Itt igazából tényleg az van, hogy ugratni, driftelni, és talán a bokrokat érdemes itt zúzni, de egyébként el lehet menni távolabb, ahol mondjuk van kerítés, és akkor azt lehet zúzni. Úgy lehet, hogy egy kicsit gyorsabban össze fog ez gyűlni. Az ilyen eseményeknél egyébként mindig fontos, hogyha valamiért úgy léptetek volna be, hogy be van kapcsolva a kipörgésgátló, akkor lépjetek ki az eseményből, és kezdjetek el újra. Úgyhogy kikapcsoljátok, mert az nagyon-nagyon sokat tud számítani. Az a fontos, hogy azt a szorzót ott jobb oldalon vigyétek föl, ugye az a fehér szám. Hogyha ezt felviszitek 5-re, ami ugye a maximum, akkor elég csupán 24 ezer pontot összegyűjtenetek, ami tényleg simán lehetséges. Vagy ha pedig megálltok, akkor ugye lenullázódik ez a szorzó, vagyis hát leegyszereződik. És ezért nem szabad engedni, hogy lenullázódjon, hanem a lehető legtovább kell fönntartani. Na, ez most nagyon nagy hülyeség volt, amit csináltam, mert igen, látjátok, lenullázta és 25 ezeret számolt csak. Ha felvittem volna a szorzót, akkor már is meg lenne valószínűleg a 120 ezer. Na de mindegy, az a lényeg, hogy ha Benninek megvan, mint hogy az előző feladatban is, akkor én is megkapom. Nekem teljesen mindegy, hogy mennyit csinálok. Ennél a feladatnál egyébként simán lehet, hogy nektek is le fog nullázódni egyszer-kétszer. Nagyon kevés az elüthető tárgy, úgyhogy akár meg is próbálhatok egy kicsit távolabb menni itt a kezdőhelyszíntől, és akkor ott tényleg talán több lesz. Másrészt azért itt most van bőven idő, tehát még így is, hogy egyszer-kétszer nullázódott a szorzom, még így is szerintem simán meg lesz. És az van, hogy ezt a nem tudom hány percet, vagy másodpercet, vagy valamennyit, ezt egyébként is meg kell várni, hogy leteljen. Igen. Úgyhogy bőven ráérünk most. Be kell menni a homokviharba, és utána pedig amennyire csak lehet egyenesen átvágni. Arra van az úti cél, hát amúgy lehet megérte volna itt is levágni már, de szerintem meg tudjuk csinálni így is a feladatot. 1.36 alatt kell beérnünk a célba, ami ilyen nagyjából 4 kilométerre található, de azért a valóságban messze nincs az olyan messze. Nagyon kell vigyázni ezekre a sziklákra, mert ezek nagyon durva meg tudnak állítani. És hogyha neki mentek egynek, akkor onnan kb. Vége a feladatnak, és kezdhetitek előről, mert tényleg nagyon ki kell centézni. Nem olyan könnyű egyébként az 1.35, mint... Hoppocs. Semmi baj, mint gondolnánk elsőre. Itt talán lesz egy kis út, amire rá tudunk csatlakozni, és ott talán egy kicsit könnyebb lesz. Látjátok, le is ugrott a 4-ről 2 kilométerre, tehát azért messze nincs ez annyi, mint amennyit mutat először a játék. Ott is volt a szikla elég közel, én itt vagyok az úton, és lehet, hogy ezt követem most egy kicsit inkább, mert nem akarom azért annyira kicentizni a dolgokat. Nyilván olyan nagyon nagy hurok van, azt fölöslegesen nem éri meg megcsinálni, de azért óvatosan kell közlekedni nagyon. Jó, itt reménykedek, hogy nem esek rá semmire. Jó, ott van egy szikla, oké. Nagyon rossz, hogy nem lehet látni semmit, de azért teljesítem a feladat. Igen, a homokviharnak ennyi a hátránya. Szerintem gyertek erre az útra, mert én jöttem, és így ezért meg lehet csinálni, ezt beláthatjuk. És ezen meg kész is vagyunk, srácok, szóval köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Iratkozzatok fel, hogyha tetszett, és nézzétek meg a nyereményjátékunkat a jobb felső sarokban. Találkozunk legközelebb is. Hagyjatok egy kommentet. Én Darius voltam, itt volt velem Benny, ez volt a Game Wave. Sziasztok! Sziasztok!